ez a Bajnokok Városa. Jó estét kívánok! Mai adásunkban pedig motocrosszal fogunk foglalkozni, mert hogy nem régiben tulajdonképpen véget ért az idei motocross szezon, és vendégeim pedig a Székesfehérvári Monpet Moto Action Team tagjai, Maten Balázs csapatvezető, szervusz, üdvözöllek a műsorban, és Szőke Márka csapat egyik versenyzője. Hát először is gratulálok az egész szezonhoz, de kezdjük talán a végén, hiszen összességében nagyon jól sikerült a csapatbajnokság, ahol ugye két csapattal tudtatok elindulni, az A csapat ugye második lett, a B vagy a kettes számú csapat pedig hetedik lett. Mennyire vagytok ezzel elégedettek? Így igaz, köszönjük szépen a meghívást, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Ez egy jó eredmény, tehát ahogy így említetted, tehát elégedettek vagyunk ezzel. Tehát úgy futottunk neki, hogy már egy nagy fejlődésen estünk át, tehát hogy tavaly évben csak egy csapattal szerepeltünk, idén pedig két csapatot tudtunk indítani, tehát ez már egy előrelépés volt. Mennyi múlott egyébként, az alcsapatról beszélünk, az aranyérem? Ez egy összetett dolog, tehát a motocross egy nagyon nehéz, nagyon, nagyon változó sport, és tehát ugye itt három versenyző indult csapatként, és az ő egyéni eredményeik adottak össze egy végeredményé, és hogyha bárki egy icipicit hibázik, vagy nem jó napja van, nem olyan jól sikerülnek a futamjai, technikai gond akad a motorral, akkor ez az abszolút a csapat eredményre rányomja a bélyegét. Benne volt egy első hely, de nem voltunk még érettek erre az eredményre, úgy gondolom. Már belül a pályáról, mennyire értesz ezzel egyet, hogy nem voltatok még elég érettek az aranyéremhez? Hát én pont, amit mondott a Balázs, hogy én pont nem azt a napot fogtam ki, amire számítottunk is, meg voltak a csapattársaimat is, megbüntették, hátrébb kerültek, amiket elértek. Lehetett volna jobb is, úgy érzed belülről, vagy? Tehát most rajtad múlt, amire utalsz, hogy nem olyan napot fogtál ki, vagy inkább a motoron? Hát most inkább rajta múlott, nem volt olyan napom, hogy most... Ja, ez egyébként, bocs, hogy a szabadba vágok, tehát ez szép sportolói gesztus a Máktól, hogy viszont ő tudatában van azzal, és a versenynap után is ő ezt elmondta nekünk, hogy... Tehát ő nem, tehát ez egy olyan nap volt neki, ahol nem tudott összeszedett lenni, nem tudott úgy koncentrálni, igazából nem tudta azt a tempót motorozni, amit ő valójában tud, és konstans az egész év folyamán ezt a teljesítményt nyújtotta. Van ilyen, lehet, hogy elfáradt a szezon végére. A hosszú szezon volt. Rengeteg versenyen vett részt. Tehát ez igen, tehát részéről volt egy ilyen, illetve említette, hogy a csapattársait helyezés büntetéssel, egy ilyen sárga zászlónál való ugratásnál büntették az egyik versenyzőnket, ez két helyezéssel sorolták hátrébb a vendégversenyzőnket. Nem lett volna elegendő a győzelemhez ez a két helyes pont különbség, de nyilván befolyásoló tényező volt, tehát ugye a futamok, tehát egy ilyen négy óra időintervallumon belül van meg a három különböző futam, a versenynap folyamán délelőtt az edzések zajlanak, és ugye a futamok között ugye a pilóták készülnek, lemegy egy futam, két futam, szembesülünk azzal, hogy most az eredményénk alapján hol állunk a versenyben, napközben ugye akkor a futamok után a versenybíróság akkor behívta a versenyzőt, közölték vele, hogy igen, elkövetett egy ilyen hibát, ezt a büntetést szabják ki, tehát ezzel is bizonyos koncentrációvesztés azt gondolom történhetett, és egy picit befolyásoló tényező volt, de mi így is elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk. Ez a lényeg, és ugye a motocross mégis alapvetően egy egyéni sportág, de hogyha tavalyit meg az idei csapatversenyt hasonlítjuk össze, tavaly ugye egy csapattal tudtatok indulni, és ott azzal a negyedik helyet értétek el, idén pedig már két csapat, egy ezüstérem és egy hetedik hely, azért ez nagy előrelépés, ahogy én kívülállóként és motocrosshoz azért nem feltétlenül 1000%-ig értőként, és akkor finoman fogalmaztam, látom kívülről. Mi kellett ahhoz, hogy idén már tényleg két csapat legyen, és két ilyen szép eredményt tudjatok elhozni? Mi változott ebben az egy évben? Hát a tavalyi évben például Márk még nem a csapatunk tagja volt, tehát pont a tavalyi évben ő azon tudott munkálkodni, hogy például mi ne kerüljünk a dobogóra, mert ő az előző csapatával, ha jól emlékszem, a második helyen végzett. Erősebb összeállítással vágtunk neki a 2017-es versenyévadnak.
külföldi versenyzők is csatlakoztak a csapatversenyre hozzánk, a csapatunk tagjaként, egy osztrák versenyző, Roland Edelbacherről beszélünk, egy osztrák kétszeres motocross bajnok. Ő már a tavalyi évben is vendégversenyző volt nálunk ezen a csapatversenyen. Márka a kiegészővel egy erősebb alcsapatot tudtunk kiállítani, mint az előző évben, viszont kiemelném, hogy tehát most ez a B csapat jó, egy elnevezés, de tehát a második csapatunk is egy remek eredményt érte, azt gondolom, egy erős mezényben. Márka, hogy látod, megérte váltani? Milyen úgy gondolom, hogy megérte, mert teljesen tavalyi évben másik motormárkával mentem, és nem voltam így benne a csapatban, és nem is ismertem úgy a csapattagokat, és örültem, hogy befogadtak, meg hogy tök jó volt a hangulat egész évben. Sajnos volt egy sérülésem Kőszárhegyen, Fehérvár mellett. Az eléggé ketté vágta a szezonomat, mert eltörte a kézfejem, és akkor ki kellett hagynom így másfél hónapot, de rá a harmadik hétvégére már mentem a versenyen, így végigurúgattam, hogy a pontból ott legyek, de sajnos a bajnoki cím ez nem volt elég évvégére. De a kupasorozatban viszont sikerült? Azt sikerült megnyernem, mert akkor pont nem volt úgy verseny, és fel tudtam azokra a versenyekre készülni. És mekkora hiányérzet maradt így benned, hogy nem sikerült a bajnoki cím? Hát nagyon rosszul esett, mert nyárcsapátom volt a verseny, és 2012-ben sikerült itt megnyernem a magyar bajnokságot, és most idén nem tudtam, eléggé szomorúan jöttem le, de van még következő év is. Na pont ezt akartam kérdezni, milyen típusú versenyző vagy, aki ebből erőt merít, és azt mondja, hogy akkor 2018-ban még keményebben odarakom magam, vagy inkább ilyen tényleg ez a csapatottság lehúz. Ez, hogy keményebben még jobban fogom csinálni, ez motivált, hogy ne legyen ez még egyszer. Bár mondjuk az a sérülése én miattam volt, mert eléggé ott összementünk, és pont ledenyereltem, de nagyon rosszul esett tud lejönni. És hogyha a csapat egészét nézzük, az idei szezont, ugye tényleg ebben a kupasorozatban nagyon-nagyon sok első helyet szereztetek, így hogy látod a csapatvezetőként ezt az évet? Évelején beszéltünk erről, amikor eljöttél hozzánk erre a kis csapatnak az első sajtótájékoztatójára, és akkor egy kérdezhető, mi a cél, és én kitűzött célként azt határoztam meg, hogy a csapatversenyről úgy menjünk haza, hogy minden versenyző kvázi sérülésmentes és egészséges, és mindenki ott tudott lenni, ott volt. Tehát nekem ez már egy olyan visszacsatolás volt, hogy évelején, amiről beszéltünk a versenyzőkkel is, hogy tényleg egy teljes szezont kell motorozni, és lehetőleg sérülésmentesen, mind a mellett ezt eredményekkel felvételezve. Azt gondolom, ezt ők jól teljesítették. A Márk kéztörése az egy versenybaleset volt, ami előfordul, egy másik versenyzővel ütközött egy előzés kapcsán. Ez benne van a sportban, tehát ez nem az ő egyéni figyelmetlensége és hibája, és ezt nem lehet ő rá teljes mértékben rátestálni, hogy ez az ő hibája volt. Úgyhogy én elégedett vagyok. A második és hetedik hely, az pedig szintén egy előrelépés volt így nekünk, tehát én elégedett vagyok. És az évközbeni eredmények, vagyis a kupasorozat és a bajnokság, ugye ez a csapatverseny volt a második és a hetedik, tehát a kupasorozatban ezek a remek első helyek, amiket ők el tudtak érni. Tehát négy első helyet, négy összetett első helyet szereztetek ebben a kupasorozatban. Ez négy különböző kategóriában szerezték meg a fiúk ezeket az első helyeket. Én azt gondolom, hogy mindenki kihozta magából a maximumot, és remekül teljesítettek. Mind a bajnokságban, ahol pedig szintén mindenki dobogon végzett. Mi volt egyébként talán a legnehezebb ebben a szezonban? Versenyzőknek, vagy számomra? A csapat életében mi volt az a pont, ami mondjuk azt mondta, hogy ezt most nagyon nehezen oldottátok meg, vagy egy ilyen nehéz pillanat volt? Minden verseny egy külön kihívás volt. Tehát voltak olyan versenyeink, tehát ez egy technikai sport. És ugye a motorkerékpárok felkészítése, az ember odafigyel, igyekszik mindenki felkészíteni magának, vagy akinek van külön szerelője, de technikai hibák benne vannak, és ezekkel meg volt tűzdelve a szezonunk, és minden versenynap egy külön küldetés volt, mindig volt szinte a hat versenyzőből valakinek
technikai problémája. Ezt a helyszínen el kellett hárítani, kezelni kellett, át kellett hidalni, ezek nehézségek voltak. Viszont voltak olyan versenyeink, amikor annyira gördülékenyen ment minden, szinte mindenkivel, hogy így azt mondtuk, hogy remek, hogy van ilyen is. Már neked mi volt az a pillanat a szezonban, amit biztosan magaddal viszel a következő versenyévadon, amire legszívesebben emlékszel majd vissza? Hát mindegyik verseny ez ilyen kis fejezet, hogy mindegyik dologra így emlékszik az ember, hogy hol volt. Most ugyebár beválogattak idén is a magyar válogatottba, ez nagyon megtiszteltetés volt számomra is, meg a csapatnak is, meg hogy támogattak is benne. Úgy gondolom azt, hogy Angliába kijutottunk. Az nekem nagyon-nagyon nagy dolog volt, hogy ott tudtam menni a világbajnokokkal, meg azon a pályán is 100 000 ember előtt tudtam menni, ez nagyon komoly élmény. Mekkora a különbség egyébként a magyar bajnokság eleje és a világbajnoki menők között? Hát ezt így nem lehet így összehasonlítani, mert ott ugyebár gyári motorokkal mennek, mi meg egy olyan motorral megyünk, amit megveszünk a szalomból. Hát ég és föld a különbség, mert hát olyan dolgokkal dolgoznak, mint mondjuk a Forma 1-ben, hogy laptoppal nézik, miközben mennek a motorosok a pályán, mi ilyen eszközökkel még nem tudunk dolgozni. De el lehet lesni, csípni olyan dolgokat, amiket itthon, mint versenyző tudsz hasznosítani, vagy azt tudod mondani mondjuk a szerelőnek, vagy éppen a csapatvezetőnek, hogy te figyelj Balázs, ezt a következő szezonra ez nem egy olyan nagy mutatvány, de ezt, vagy ezt most így csináljuk, hogy nem tudom. Tehát... Minden ilyen dolgot, ott új dolgokat látsz, amiket úgy gondolnál, hogy az rossz, azt ők úgy folyamatosan úgy csinálják. Igen, nagyon sok minden dolgot el lehet lesni. Na beszéljünk akkor egy picit a jövőről, mert ugye ennek a szezonnak akkor tulajdonképpen vége van. Mit hozhat a 2018-as év a Monpet Moto Action Team életében? Milyen tervekkel vágtok neki? Tervek azok vannak. Egyelőre azt gondolom, hogy a 2017-es évet azt még ki kell értékeljük. Tényleg alig van vége a versenyszezonnak, tehát ez egy hete zárult le. Ilyenkor a versenyzőknek is, meg nekünk is az egész éves hajtás után, tehát így a november közepe végéig egy ilyen pihenő időszak van. A sportszövetség által kiírt szabályrendszerek is évről évre azt látjuk, hogy azért változnak, és változnak a kategóriák. Ezt igyekszünk megvárni, és erről információt szerezni, és tényleg ez alapján összeállítani azt, hogy jövőre hol és milyen versenyzőkkel, milyen csapat összeállításra szeretnénk nekivágni a versenyévadnak. Tehát ezt ennek birtokában kell lennünk, hogy... De mennyire jellemző az motocrossban, hogy mondjuk a legjobb versenyzők azok egy helyben maradnak, vagy mondjuk mekkora kereslet mondjuk márk iránt? Tehát mennyire lesz nehéz őt megtartani? Nem beszéltünk erről. A magyar motocross piac, mondhatjuk azt az élversenyzők kapcsán, hogy hozzá kell tennem, hogy sajnos szűk, és nincs sok versenyző. Tehát mi kellene ahhoz, hogy több legyen? Ahogy a Márk is említette, hogy nagyon más, hogy talán úgy fogalmazott, hogy ég és föld a külföld, meg a világbajnokság, meg ezek a nemzetközi nyugat-európai bajnokságok. Mi kellene az, hogy több versenyző legyen? Sok pénz. Nehéz erre egyértelmű választ adni, és azt gondolom, nem lehet feltétlen a pénzre ráhúzni ezt a dolgot. Tehát valahogy a sport imázsát, elismertségét kéne valahogyan az emberek számára szerethetőbbé tenni, ezáltal szivárognának be esetlegesen fiatal tehetségek, akiknek ez megtetszik, és nem tudom. Én azt gondolom, hogy nem csak pénz, az is kell hozzá, mivel egy technikai sport, és nagyon sokba kerül ennek a hátterének a felépítése, és itt nem feltétlen csak a technikára gondolok, hanem tehát az, hogy versenyző felkészült legyen fizikálisan, nagyon jó laborok vannak már erre, hogy lehet felkészíteni egy sportolót, hogy fizikálisan ő maximálisan tudjon teljesíteni egész évben, egész futam alatt, egész, tehát a szezon egészében. Ezt a hátteret is én azt gondolom, hogy erősíteni lehetne, meg kell is. Hát sok ilyen sportágat lehetne mondani Magyarországon, ezt igen, a hátteret igen, kell igen. És lehetne is erősíteni. Igen. Dolgoznak egyébként. Van fejlődés, tehát hogy hála Istennek vannak az most már. Dolgoznak, tehát
olyan versenyzők, akik már nem aktívak, és az utóbbi 5-6 évben én így kívülről, meg belülről is megfigyelem ezt, hogy azok a versenyzők, akik már abba hagyták, lezárták a karrierjüket, de élsportolók voltak, első osztályban versenyeztek, magyar bajnokok lettek többszörösen, ők most dolgoznak azon, hogy legyen utánpótlás, jó kis edzéseket szerveznek, próbálják a fiatalokat összegyűjteni. Tehát ez egy becsülendő munka, és azt gondolom, hogy ők azért tesznek azért, hogy legyen utánpótlás. Versenyzői létszámot növelni, meg nem tudom. Tehát ezek mellett még biztos kellene tenni valamit, rengeteg tévéműsor. Most ilyen szempontból jó helyen vagytok. Jó helyen vagyunk, igen. Jó, azt mondtad, hogy ugye ahhoz, hogy meg lehessen fogalmazni a jövő évi célokat, az nyilván meg kell várni a szabálymódosításokat, és a többi, és a többi. De mondjuk, hogyha egy év múlva itt beszélgetünk, a 18-es szezon végén, akkor mondjuk mit szeretné, hogy mit tudja elmondani a csapatról? Hát ugyanez a csapategység, meg ez a, tehát az a jó légkör, amiben azt gondolom, hogy egész évben tudtunk dolgozni. A versenyzők között szerintem abszolút jó baráti viszony van, ami szerintem nem minden ilyen csapatos sportban mondható el. Tehát, hogyha magasabb szinteken nézünk motorversenyt, például a MotoGP-ben volt látható, hogy a Valentino Rossit szerintem az egész világ ismeri, és a verseny ellenfele volt, de csapattársa egybe a Lorenzo, és ők tehát egy őrületes rivalizáció, szóba nem állás egymással, tehát ilyen is van. Jó, hát zseniknél ez előfordul. Igen. Tehát nálunk ez tehát egy jó légkörben zajlott le az egész év. Én nagyon remélem, hogy ezt meg tudjuk tartani. Az eredményesség, hogyha hasonló eredményeket tudunk produkálni, mint a 2017-es évben, szerintem az már egy nagyon nagyszerű dolog. Tehát szokták mondani, hogy a bajnoki címet azt megvédeni nehezebb, mint megszerezni. Márk, te mire készülsz akkor a 18-as évben, és hogy látod, maradsz itt a székesfehérvári csapatnál? Hát mindenképpen külföldön, mert idén is versenyeztem Kincseországban a Motomen csapatába. Most próbálom azt az irányt is kivívni, hogy kint külföldön is tudjak menni. Most egy belga és egy osztrák csapattal próbálok beszélni, hogy most mi lesz. A csapattal, az itthonival úgy gondolom, hogy szerintem meg fogunk tudni egyezni, hogy megint jövőre is itthon is tudjak menni. És akkor itthon pedig cél gondolom a magyar bajnokság. Magyar bajnoki cím. És akkor most a következő hetek az a pihenésről és az idei év kiértékeléséről szól, mint a versenyzők életében? Nekem még van még hétvégén egy versenyem. Egy idősebb német Kornél az edzőm rendez egy versenyt, és annak a tiszteletére elmegyek. És akkor az lesz az utolsó verseny. És akkor utána jön a pihenés, ha jól megérdemelt. Hát egy-két-három hét. Utána már kezdődik a 18-as évre az állóképességi melónak a munkája. Csapatvezetői szinten? Van két-három hét a csapatvezetőnek, hogy hátra dőljön? Azt gondolom, hogy én szeretném, hogy legyen, tehát én ezt szükségesnek érzem. Támogatóinkkal is fel kell venni a kapcsolatot, nekik is meg kell köszönni azt, amivel egész évben támogattak minket, és tényleg lehetőséget adtak ahhoz, hogy ezt így végigvigyük ezt az évet. Van, igen, bízom benne, hogy ennyit hátra tudunk tölni, és utána pedig belevetjük magunkat a munkába. Tehát a fiúk ebbe a fizikális felkészítésbe, mi meg abba, hogy... Te meg az anyagi felkészítésbe. Hát az anyagi felkészítésbe, és igen, hogy ezeket a körülményeket tudjuk biztosítani nekik, ami idén is megvolt. Hát Márk, akkor össz is neked sok sikert a hétvégi versenyhez még, aztán jó pihenést, meg akkor jó felkészülést. Neked akkor tényleg kívánom, hogy akkor legyen legalább egy két hét, amikor tudsz egy kicsit pihenni, és én nagyon remélem, hogy jövőre is sokat hallunk majd rólatok, és jövőre is tudunk itt majd ugyanígy beszélgetni. Szezon közben, végén, elején. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, legyen így. És sok sikert akkor a továbbiakban. Ez volt már a Bajnokok Városa, ne maradjanak velünk, nézzék tovább is a Fehérvár Televíziót, viszontlátásra!